Sziasztok, én Forzor vagyok, és ez lesz a második része az így nyári fogadásnak. Az elsőhöz egy madzagra, vagy cipőfűzőre, vagy ilyen dologra lesz szükség. Az a fogadásnak a lényege, hogy úgy kell egy csomót kötni erre a madzagra, vagy kötére, vagy akármire, hogy a kezünket nem emeljük fel erről a kötéről, vagy madzagról, csak akkor, amikor végeztünk a csomóval. Ezt így valószínűleg sehogy se fogják majd tudni megcsinálni. Mert úgy kell megcsinálni, hogy először így össze kell rakni a kezet, majd le kell nyúlni az egyik kézzel a kötél egyik szárához, a másik kézzel a másikhoz, ezután ki kell húzni az ujjakat, illetve a kezed belőle, és kéz is van a csomó. Következő az egy pohára, és 2 darab pénzre lesz szükségünk. A feladat, hogy úgy kell felemelni a poharat, hogy a 2 peremén lévő pénz ne essen le róla. Ez valószínűleg nem nagyon fog még sikerülni. Hogy hogyan is kell megcsinálni? A kéz két pénzérmét ugyanúgy tegyük rá a pohárnak a szélére, majd fogjuk meg és szorítsuk a pénzt a pohárnak az oldalához, az egyik pénzt és a másik pénzt is. És így bármeddig tudjuk felemelni a poharat. A következőhöz ugyanúgy egy pohár és 2 darab pénzérme kell. Most a feladat az, hogy a pohárról ezt a két pénzérmét 2 ujjal kell levenni. A hüvelyk ujjal és a középső ujjal kell levenni, úgyhogy egyszerre kell mind a 2 így a kézbe tartani. Ez valószínűleg egyszerre nem fog neki sikerülni, hogy egyszerre a 2 pénzt levegyék. A megoldás hasonlít az előzőre. A középső ujjunkkal odaszorítjuk az egyik pénzt a pohárnak az egyik, egyik oldalához, a hüvelyk ujjunkkal pedig a pénzérmét a pohár másik oldalához szorítjuk oda. Ezután lassan elkezdjük közelíteni egymáshoz a 2 pénzérmét, majd az egyik pénzérmét például, ami a hüvelyk ujjunk alatt van, átvisszük a pohárnak a másik oldalára, úgyhogy ne essen le. Ezután egyszerűen csak ki lehet húzni ezt a 2 pénzt, úgyhogy mind a 2 egybe van és nem esett le. A következőhöz egy doboz gyufára lesz szükségünk, abból is pedig 6 darab szára. Először is csináljunk egy nézetet a 4 darab gyufából. Ezután az lesz a feladat, hogy 2 darab gyufaszállal úgy kell felemelni ezt a nézetet, hogy ne essen szét. Legtöbb ember valószínűleg itt középen próbálja felemelni, de így valószínűleg nem fog nekik sikerülni. A megoldás pedig, hogy a 2 gyufát nem a gyufák közepéhez, hanem a felső széléhez, vagy az alsó széléhez kell szorítani, ahol a gyufák találkoznak, és így egy kicsit fel tudjuk emelni. Hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és hogy valamit fel tudtok használni az előző részből is, amit ide kiteszek valahova arra az ívetűre, amit megtudtok nézni ugyanúgy. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legközelebbi videóban találkozunk, sziasztok!